Ezüstfenyők sorakoztak már korán reggel a belvárosi közösségi ház udvarán. Vég Károly vállalkozó több mint 208-10 éves fát ajánlott fel a rászorulóknak. Évente körülbelül ezt a mennyiséget szoktuk felajánlani, és ugye szeretünk volna azoknak az embereknek segíteni, akiknek a karácsonyi költségvetésébe nem biztos, hogy belefér a karácsonyfa. Három fiú gyerek örül majd otthon a karácsonyfának, a család pedig 6 fős, mesélte Bartos Péterné. 13 éves kikrek vannak, meg egy 6 éves kis fiú lett. És hogy töltik a karácsonyt? Otthon töltük, és nagyon boldogok minden évben. 50 darab fát Horváth Szilveszter vehetett át, amiket ő oszt majd ki a nagycsaládosoknak. Ez nagyon nagy segítség nekünk, mert ennyivel több pénz marad a gyerekekre, meg a karácsonyi ünnepségre nekik. Korábban is ajándékoztak fákat, de ebben a formában harmadik éve ajánlják fel a fenyőket. Elsősorban ugye, ahol több gyermek van, és akiknek esetleg nehézséget okoz a fenyőfa megvásárlása, illetve azoknak, akik azzal, hogy kapnak ajándékba egy fenyőfát, azzal több jut a karácsonyi asztalra, több pénzt tudnak esetleg egymásra költeni a gyerekekre. A jótékonysági fenyőfaosztást az önkormányzat, a Baja Marketing Kft., valamint a kistérségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közösen szervezte meg az óvodák és iskolák pedagógusainak közreműködésével.